Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titusz, Pofánka, Hilda, Fityirc, meg... Béla bá gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni. Egy! Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Titusz a sárga mészköpő fűben keresett menedéket. Kettő! Pofánka bemászott egy nagy réti zselé cserje mögé, Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. Három! Fityirc pedig a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. Négy! Már csak szegény Béla bá állt tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak, hová bújjak? Tépelődött magában. Öt! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy araszögdécselő lábos csigától. Hát, lássuk csak... Leginkább talán egy öreg kiszáradt fára emlékeztetsz. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna? Sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. Hat! A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé. Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt. Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, így biztos nem talál meg Valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. Hét! Nyolc! Nem bírom a szerdákat. Szétmegy a fejemától a hangzavartól. 9 és 10. Fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Borzasztó! Először Pofánkát találta meg, aztán Zödön, majd Titusz, és Hilda. Legutoljára pedig Fityircet. Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai. Nagyot ásított, aztán váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsormókus lakott. Ágai között pedig egy öreg borosta pók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak. Ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója. Egy napon aztán egy kék tollú nyihánc költözött a lombjába megbúvó fészekbe. Megvagy! Milyen kár! Mondta álmos hangon Béla bá. Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak. Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét.
Hazafelé menet Béla bá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmókvakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi vadpadlizsán lehetnék, ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk. Ásított Zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Le is heveredtek mind a finom napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? Kérdezte Pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titusz, azzal lehunyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a nap bujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, még a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Vajon, ha egy fa álmodja azt, hogy ő egy kufli, akkor sem horkol? Szerintem mindenki legyen kufli. Napfényes, békés reggel volt, mint a legtöbb reggel az elhagyatott réten. Nektek is feltűnt már, hogy minden történetünk pont ugyanúgy kezdődik? Csak heverészünk itt, aztán egyszer csak történik valami. Vajon most mi fog? Na tessék! Hú, de messze laktak! De messze laktak, kuflik! Mármint honnan messze? Annam! Mutatott a lókutya valahová a távolba. A látóhatártól mindenki messze lakik. Mi járatban vagy cimbora? Kedves kuflik! Meg vagy csak hívva! Zilveszteri jelmezmez bálba! A rétkő zepére varrunk. Jelmezekbe gyertek. Mamma. Zene, tantz, víg, alom. Aláírás. Rétlakik, kók. Te ezt érted? Azt hiszem, szilveszteri jelmezbálba hívnak minket a rétlakik. Vagy lakók. Szilveszteri? De hiszem, mindjárt itt a nyár. Nem arog, Fityic. Inkább örül, hogy meghívtak. Köszönjük, hogy gondoltatok rá. Viszlát a bálban! De honnan szerzünk jelmezeket? Mindenki nézzen körül otthon. Hát, ha előkerül néhány. Néhány mi? Hát, azt sosem lehet tudni. Csak tudnám, hogyan került hozzánk ennyi kacat? Értetlenkedett Pofánka. Ezt hívják a kacatok titkos vándorlásán. Mindennapos dolog, bár keveset tudnak róla, elég unalmas kacatnak lenni, ezért aztán éjszakánként a kacatok útra kelnek, hogy világot lássanak. Honnan tudod mindezt? Annak idején évekig leveleztem egy fél pár zoknival. Ő sokat mesélt ezekről a dolgokról. Ha nem volnék kufli, biztos, hogy kacat szeretnék lenni. Igen ám, csak hogy most inkább a jelmezekkel kéne foglalkoznunk. A következőket találták. Hilda egy rozzant esernyőt, Valér három üres konzervdobozt, Zödön egy lyukas gumilabdát, Titusz egy öreg bőröndöt meg egy abverőt, Pofánka egy elsárgult divatlapot meg egy darab spárgát, Béla bá egy horpadt tésztaszűrőt és egy doboz szöget, Fityirc meg, nos, ő nem talált mást, csak egy lila kabátgombot. És én már tudom is, mi leszek. Álmafa, mondta lelkesen Hilda. Én robot. Én meg óriás katica. Én páncélos lovag. Én rendeső pillangó. Én pedig tüskés disznó. Én azt hiszem, egy kufli leszek, aki lila gombot egyensúlyoz az orrán. De hiszen te már úgyis kufli vagy. Majd úgy teszek, mintha egy másik kufli lennék, mondta Fityirc. Mikor bealkonyodott, a kuflik elindultak a jelmezbálba. Mire odaértek, a rét közepén már javában állt a bál.
és uraim! Kihirdetem az eredményt! A versenyt az orral lila gombot egyensúlyozó elegáns kufli álmás nyerte! Tapsoljuk meg a győztet! Éljen, éljen! Hangzott innen is, onnan is! Bravo! Ez nem én! Nincs igazad, elegáns kuflinak költözni egyáltalán nem könnyű dolog, nem is beszélve az egyensúlyozásról. Így van, inkább örüljünk Fityit sikerének. Úgy látom, idén nagyon menő dolog a kufli jelmez. Ekkor a zenekar belekezdett, a pattog a kufli végig a réten kezdetű vadonatúj szerzeményt. Ez rólunk szól! Kavics, jönnek, se nem kifli, se nem kukat, simán kufli, ezt mondogasd. Kufli pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony, dagi, és olyan, aki néha csuklik, heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Csodálatosan éreztem magam, lelkendezett Pofánka. Legközelebb rendezünk mi is jelmezbált, mondta Hilda. Egy olyat, ahol mindenki saját magának öltözik be. De akkor ki kapja majd az első díjat? Kérdezte Valér. Ám a kérdésre már csak hangos horkolás volt a válasz. Szorult helyzetben vagyok. Azt hiszem, mégsem volt jó ötlet Kályha csőnek öltöznem. Várj csak, segítek. Egy zacskó izé Titusznak. Ez valamikor nyár végén történt. A sárga nap, mint egy nagy forró lepény gurult lassan az elhagyatott rét felett. Tudja valaki, milyen nap van ma? Zsiványadika. Augusztus akárhányadika. Az nem tegnap volt? Nézett rá bizonytalanul Fityérc. Nem. Rázta fejét Hilda. És ez bizony azt jelenti, hogy ma van Titus születésnapja. Megint? Csodálkozott Fityérc. Tavaly is volt neki. Egyeseknek minden évben van születésnapjuk. Van, akinek több is. Nekem például 3. Akkor viszont meg kell ajándékoznunk Tituszt, mondta Valér. Még szerencse, hogy éppen bogáncs focizni ment a sünökkel. Van idén kitalálni, hogy mit adjunk neki? Ezek a dolgok jutottak az eszükbe. Nem is tudom, mondta Béla bá. Biztos, hogy örülne az e féléknek. Talán, ha mindenki körülnézne otthon. Ha előkerül valami. Pont ezt csináltuk az előző mesében is. Nem lesz ez unalmas. A keresgélés ezúttal szerény eredménnyel járt. Semmi. 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 Egy bigyó. Egy zacskó mag. Tehát egy zacskó mag, állapította meg Hilda. Ez több, mint a semmi, de kevesebb, mint a valami. Ingatta a fejét Fityérc. Ajándéknak nem sok, mondta szomorúan Pofánka. Az attól függ, szólalt meg ekkor Valér. Egy zacskó közönséges mag tényleg nem nagy dolog, ám egy zacskó különleges. Ez bármi lehet. Tavaszi kukackalap, náthafű, esetleg réti szőrvirág. Vagy sárkányguriga, mondta Pofánka. Annak épp ilyen a magja? A sárkányguriga vérmes medvék lakta zord vidékeken, honos. Hogy került volna az elhagyatott rétre egy egész zacskóval? Az is lehet, hogy ez nem sárkányguriga magja, hanem őserdei majomkaromé és egy félszemű kalózkapitány hozta zödönnek a messzi téltengerekről. Egy kalózkapitány. Talán inkább mégis az uszmarás rozmárfa bogyója lehet. Pillantott a zacskóba Fityérc. És egy kedves oroszlán fókától kaptad ajándékba, nem? Se kedves, se kedvetlen oroszlán fókákkal nem barátkozom. Rázta fejét zödön. Vadászokkal és kalózkapitányokkal meg pláne nem. Ez most mindegy. Inkább virágot kéne szednetek, hogy fel tudjuk díszíteni a kupacot Titus tiszteletére.
addig mi Hildával becsomagoljuk az ajándékot. Szerencsére egy nyár vége felé sok-sok színes virág nyílt a réten. Zödön szedett is egy nagy csokor pókliliomot, Valér egy kazal cakkos náspángot, Béla bá pedig egy egész bokornyi macska pertlit. Ja, és Fityirc több fő útszéli rongyikát, tudjátok, aminek azok az egészen pici fehér virágai vannak. Mire hazaértek, az ajándék szépen becsomagolva díszelgett a kupac tetején. Hilda még egy nagy vadrépa tortát is süt Titusznak, újságolt a barátainak Pofánka. Itt valami ünnep készül, nézett körül csodálkozva Titusz, amikor nem sokkal később megérkezett a bogáncs focizásból. Éjjel, Titusz, éjjel! Kiáltották egymást túl kiabálva a kuflik. Boldog születésnapot! Nyújtotta át az ajándékot Hilda és Pofánka. Titusz izgatottan bontotta ki a csomagot. Bárcsak bokornak! Az meg miféle növény? Attól függ, mit kívánsz, mikor elülteted. Ezért hívják így. Ha azt mondom, bárcsak mákos rétes lenne, akkor mákos rétes bokor lesz belőle. Így van, bólogatott Titusz. Pont 7 darab van az acskóban, mindannyiunknak jut egy. Szó se lehet róla, ez a te ajándékod, Titusz. Tiltakoztak a kuflik. Ti is tudjátok, az a legjobb ajándék, aminek mindenki örül, mondta Titusz, és sorban mindannyiuknak oda nyújtotta az acskót. Majd elássuk őket a kupacunk mellett, mondta barátainak, és akkor mindenkinek lesz egy saját külön bárcsakbokra. De majd csak torta evés után, jó? Jegyezte meg halkan Zödön. A kuflik letelepedtek hát a fűbe. Hilda felvágta a vadrépatortát, Pofánka meg vakon tövis szörpöt töltött a poharakba. Azt hittem bárcsak bokor, csak a mesékben létezik. Dünnyögte tele szájjal Valér. Mondta csámcsogva Béla bá, ami épp úgy jelenthetett igent, mint nemet. És ezután már nem hallatszott más, csak rágcsálás, zörcsögés, meg a napfényben nyújtózó virágok meszezése. Kedves utasaink, itt a kapitány beszél. Épp az elhagyatott rét felett repülünk. Meg tudjátok mondani, melyik fa, melyik kuflié lehet?